Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime he might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the homicidal maniac. Sziasztok! A mai vlogadásunk témája a síelés. Holnap indulok Kolfoszkóba Olaszországba síelni, és beszélgettünk itt a többiekkel, hogy mennyire klassz dolog is síelni, és az én drága, kedves vlogos társaim még soha nem síeltek, és ezért azt gondoltam, hogy nézzük meg, járjunk utána, hogy hogyan lehet elkezdeni síelni, mennyibe kerül ez az egész, és egyáltalán melyik a jó módja annak, hogy az ember megtanuljon síelni, hiszen rengetegféle ilyen mód és lehetőség van. Itt állunk a gödöllői műanyag sípályának az alján, ez Magyarország egyik legnagyobb sípályája, műanyag sípályája, és a tulajdonosan Megyeri Péterrel beszélgetünk erről a témáról, hiszen ő ennek tényleg avatott szakértője, nem csak azért, mert síoktató, nem csak azért, mert övé ez a pálya, hanem azért, mert egy síboltja is van, és ebben a síboltban és kölcsönzőben az árakat is ismeri, és tud nekünk tanácsot adni arról, hogy hogyan kezdjük el, és hogy egyáltalán mennyibe is kerül ez. Péter, szerinted hogyan kezdjünk el, hogyan kezdjen el Szabina síjelni? Én mindenféleképpen először azt javasolnám neki, hogy próbálja meg műanyag pályán, hazai viszonylatok között, mert a legolcsóbb megoldás ez. Eleve nem biztos, hogy síelő válik belőle, nem biztos, hogy megszereti ezt a sportágat, de azért 99%-ban a többség megszereti, de a legolcsóbb és legegyszerűbb módja, hogyha a környékbéli műanyag sípályákat megkeresi az egyiket, ám itt a miénk, és így kipróbálja szakavatott oktatókkal. Hogyha saját felszerelést szeretnénk venni, tehát gondolok itt akár a síruhára, a lécre, azok körülbelül milyen árkategóriákban vannak? A kezdőknek semmi szükség a drága lécre, nem fogják tudni kihasználni azt a benne rejlő tudást, amit beleépítettek a gyárakba, viszont mire eljut odáig, hogy azt ki tudná használni 5-10 év múlva, az a síléc, az úgyis eladásra kerül. Tehát én először azt mondanám, hogy menjen be egy kölcsönzőbe, béreljen jó minőségű vagy középkategóriás sílécet, az ő tudásának megfelelő jó minőségűt, és kezdje el ott, az egy kedvezőbb feltétel, és amikor már tényleg beleszeretett ebbe a dologba, akkor gondolkozzon el rajta, eltöltött havon egy-két hetet, akkor gondolkozzon el rajta, hogy belerak-e pénzt és vásárol-e. Szuper, még annyit mondjuk, hogy hány méter hosszú 100, a pálya? 160 méter. 160 méter és hetente 250 növendék jön folyamatosan, szeptembertől áprilisig. Ez volt a másik kérdés, hogy mikortól meddig lehet ez egy jó műanyag pálya szeptembertől. Oké, nagyon szépen köszönjük, és akkor majd bejelentkezünk, hogy mi az eredmény. A magyarországi műanyag sípálya után eljöttünk most ide Olaszországba, Kolfoszkóba, és ugye jövő héten megyünk majd Magyarországra igazi sípályára síelni, de szeretnénk megmutatni nektek, hogy mi a végeredménye annak, hogyha az ember megtanul síelni. És azt gondoljuk, a végeredmény az, hogy ide Olaszországba a Dolomiti Superskire eljön az ember, ahol 1200 km-es sípálya van egy helyen, illetve egy bérlete besíelhetően, és 550 kilométer sípálya van úgy, hogy nem kell elmened autóval sehova. Ez sokkal-sokkal több, mint mondjuk azok a sípályák, amelyeket Magyarországon, mondjuk Murauban, Lakkenhofban, Laktálban el lehet érni. Ezek ilyen 20-40 kilométeres sípályák, kezdőknek tökéletesek, azt gondolom, hogy bizonyos szint felett az ember már megunja ezeket a sípályákat, és érdemes egy ilyen nagy sípályra eljönni. Itt tényleg a liftek is nagyon jók, igazán kényelmesek, és nagyon keveset kell sorbálni. Gyertek velünk, nézzétek meg azt, hogy hogyan síelünk itt Kolfoszkóban. Yeah.
Szabina remélem szerint meg fog tanulni síelni, vagy legalábbis elkezdünk. Majd kiderül, igen. Itt vagyunk Keprényben. Én még soha életemben nem sieltem, soha életemben nem voltam sípályán. Nagyon furcsa, hogy itt Keprényben ilyen felszerelt sífelvonók, sípályák vannak. Én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a síoktatás, illetve hogy fog menni majd a síjavérzéseket. Igen, van a fűték, és ezen is nagyon meglepődtem, hogy két helyen is láttam klasszikus sütéket, úgyhogy kipróbáljuk azt is, hogy milyen a magyar hüttekaja. És még lehet, hogy én is sielek egyet. Nos, időközben elkezdődött Szabina síoktatása. Itt látjátok a hátam mögött a fehér síruhában. Vagyis próbálkozik Szabina felállá menni az oktató segítségével. Ez egy nagyon kedves kis aranyos oktató pálya. Vannak, van egy kicsi lift is. Gyerekoktatás, felnőttoktatás. Rengetegen tanulhatnak itt síelni. Véget ért a Szabina oktatása, láttátok, hogy csúszik, megy, működik, hát alapvetően már valamennyire, ha nem is azt mondjuk, hogy tud síelni, de hát meg tud állni a lécen. Papp Tibor síoktató kollega volt az, aki tanított őt. Mi a véleményed erről, hogy hogyan tudott Szabina megtanulni síelni? Nagyon ügyes volt. Az először, első mozdulatokból is látszott, hogy a mozgásformát könnyen fogja elsajátítani. Nagyon stabilan állt, tehát nem volt remegés, nem volt feszülés, tehát egészen lazán tudott a lécen dolgozni, léc nélkül is, léccel is. És szinte azt mondhatom, hogy szinte minden mozdulatot elsőre elkapott, és véghez tudta vinni a feladatot. Most már tudna esetleg egy nagy felvonóval felmenni, vagy egy tányérossal, vagy bármivel is? Ez az első óra általában arról szól, hogy hozzászokjunk a léchez, uh-huh. Meg legyenek az első elkanyarodások, a kanyarodást gyakoroljuk, és aztán utána a következő órákon tudjuk ezt tovább fokozni, és odafejleszteni, hogy ez stabil legyen, ott kanyarodjon, ahol szeretne, úgy, ahogy ő szeretne, és akkor lehet fölmenni. Mennyi alkalom kell szerinted ahhoz, hogy az ember? Hát minimum 3-4 alkalom, de vannak extrém esetek, mert volt olyan 12 éves kislányom, aki 45 perc után jött fel velem. Az ilyen. Tényleg, ha már itt a kornát tartok, hogy milyen idős kortól érdemes elkezdeni síelni szerinted? Hát az itt depózi praxisokban 3 évtől 70-ig. Az igen. Hát 70 éves fiatal embert is oltottam, és egy 3 éves gyereket. Az igen. A gyerekek könnyebben megtanulnak, nem? Igen, bizonyos fokig igen, de mondjuk az 3 éves kor azért az extrém, tehát ott vagy sikerül, vagy nem, tehát az ott ugye nagyon gyerekfüggő, hogy ő hogyan fogja meg a dolgot, hogyan érez rá, mennyire hajlandó együttműködni, hogy hát nagyon változó a gyerekek fejlettsége abban a korban. Milyen volt a síoktatás tényleg? Nagyon jó volt, szerintem nagyon profi volt szakmailag, tényleg mindenre figyeltél, ahogy mozogtam, minden porcikámat nézted, hogy tényleg hogy csinálom, és szerintem ahhoz képest, hogy tényleg először volt síléc a lábamon, kicsit már úgy éreztem, hogy mit, hogy kell, és szerintem abszolút jó volt, nagyon köszönöm szépen. Én köszönöm, tényleg jó volt. Jó volt egy dolgozni. Egy pár szóval még Eplénről, ha esetleg mondnál, hogy mennyit van itt hó, hogy egy évben? Hát ez az időjárástól nagyon erősen függ. Ugye december 1-én kezdtük a szezont, gyakorlatilag egy pályával, és azóta tulajdonképpen minden, folyamatosan havasztunk be a pályát, és minden nap használható volt a pálya, tehát rossz pálya tulajdonképpen ez alatt az időszak alatt nem volt.
Ha azt is figyelembe veszük, hogy tavaly mondjuk márciusban fejeződött be a szezon, március közepe vége, már nem is tudom, akkor egy viszonylag hosszú szezont nézhetünk elébe, hogyha márciusban nem jön valami extrém felmelegedés. Szóval ez volt az Élmény Térkép legújabb adása, reméljük tetszett nektek, és meg kedvet kaptatok a síeléshez is. Én nagyon megszerettem ezt a sportot, lehet, hogy még fogom folytatni pályafutásomat. Igen, igazából látható abból is, hogy már Szabina elég sportos lány, de hogy azért hamar meg lehet tanulni azokat az alapokat, amivel már el lehet indulni egy sípályán, tehát mindenképpen érdemes elkezdeni. Én az előbb is elmondtam, hogy én életemben nem fáztam még úgy sípályán, mint itt most. Nyilván ez Magyarország egy kicsit más, mint külföldön, de azért én azt gondolom, hogy mindenképpen jó a síjelés a téli nyaralásnak is, nagyon élvezetes, és ezt a hosszú, szürke, hideg téli időszakot át lehet vele vészelni, az ember élvezetesen sporttal és kint a szabadon tölti az idejét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha láttátok a költségeket is, hogy az ember sít bérel, ruhát bérel, akkor nem annyira húzósak az árak, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy kezdjétek el és próbáljátok ki. Gyertek el Eplénybe, nézzetek meg egy műanyagpályát valahol Budapesten, és utána azt gondolom, hogy érdemes kihagyni azokat az ugrásokat, hogy ez ember elmegy egy 17 km-es osztrák pályára, itt is van 7 km. Amíg megtanulsz, az itt elég, utána pedig irányul lesz országban egy 555 km-es sípályát. Tartsatok velünk, iratkozzatok fel a csatornára lent, nyomjátok meg a kis csengőt, és kapjatok értesítést a újabb videókról, és tartsatok velünk a következő kalandjainkban is. Sziasztok! Sziasztok! Once again. Köszönöm, Istenem!